Köszöntöm Önöket, a Kanizsa TV híradóját látják. Főbb híreink először csak egy-egy mondatban. Közlekedésbiztonság. Fő feladat az ittas vezetők kiszűrése. Táborozás. Ezúttal a gyengébbik nem kaphat kimenőt. Zárás. High comeback. Partnerek a közlekedésben. A Nagykanizsai Baleset Megelőzési Bizottság szerdán tartotta idei első ülését, amelyen új tagokat is köszöntöttek. A jövőben a vasutasok és polgárőrök is segítik a bizottság munkáját. Tavaly csökkent a súlyos sérüléssel járó közúti balesetek száma, de azért még bőven van tennivaló. Tudni kell, hogy a közúti közlekedési baleseteknél az ittas okozók aránya az elmúlt évre vonatkozóan közel 20%. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden ötödik gépkocsi vezető ittasan okozott személyisérüléses közúti közlekedési balesetet. A zéró tolerancia jegyében a rendőrök minden megállított gépkocsi vezetőt szondáztatni fognak, hogy a 20%-os arányt csökkentsék. Esőben elbújnak az esővonal, és nem győződnek meg arról, hogy végtávolságon belül lépnek az autók elé. Horváth László, a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára a tavaszi szünet veszélyeire hívta fel a figyelmet. Iskolák bezárták kapuikat, folyik a tavaszi szünet a gyermekek részéről. Kérjük, hogy ilyenkor előveszik a gördeszkát, a kerékpárt, hogy a közlekedők nagy figyelemmel kísérjék a játszótereket, a közutakat, a gyermekek megjelenhetnek a sporteszközeikkel, tehát a forgalomban részt vesznek. A baleset megelőzési szakemberek arról is beszéltek, a tavasz beköszöntével itt az idő, hogy a téli gumi abroncsokat nyárira cseréljék az autósok. Házhoz megyünk. Vagyonvédelmi vetélkedőt hirdet az Alamegyei Rendőrfőkapitányság. Három fős csapatok jelentkezését várják, amelyeket kizárólag nagyszülő, szülő és egy felső tagozatos gyermek alkothat. A jelentkezők számának függvényében a csapatok helyi, megyei és végül országos szinten mérhetik össze tudásukat értékes nyereményekért. Jelentkezni április 4-ig lehet. Látvány. Hamarosan ismét üzembe helyezik az Erzsébet téri szökőkutat. A napokban kitisztították a medencét, visszahelyezték az ősszel kiszerelt szivattyúkat és szórófejeket, továbbá átvizsgálták a vízforgató rendszer elemeit. Erdei hétvége lányoknak, asszonyoknak. A Zalaerdő ZRT legújabb programja a gyengébbik nemnek szól. Május elején egy hosszú hétvégére szeretnék kiszakítani a lányokat, asszonyokat a megszokott szürke hétköznapokból. A programok közt erdei séta, kézműveskedés, kenyérsütés is szerepel, de egy életvezetési tanácsadónak köszönhetően a lélek is előtérbe kerül majd. Az egész program még egyrészt alakul, másrészt nagyon szeretnénk az igényekhez alkalmazkodni, tehát hogy ne legyen egy szigorú menetrend, egy erőltetett keret, hanem egy kicsit laza legyen az egész, és tényleg a feltöltődésről szóljon. A nyolcadikra készülnek. Pénteken véget ér a 17. Kanizsai Esték programsorozat. Ezúttal a közéleti és vallási témájú előadások után a Goldmark Quartet lesz a vendég, amelynek a Balatonkeresztúron élő Manfred Herbig a vezetője. A református templomban 18 órakor kezdődő ingyenes koncert a húsvétra való lelki felkészülést is szolgálja. Pont nagypénteken lesz ez az alkalom, József Haydn Jézus utolsó 7 szava a kereszten. És lesznek összekötő szövegek, tehát nem csak a vonos négyes fog játszani, hanem arra gondoltam, hogy az elején megszólalna a Pilátus című vers Reményik Sándortól, ezt valószínűleg én fogom elmondani, utána pedig a két lelkész felváltva fogja mondani azokat a szövegeket, ami az összekötő szöveg. Hangolódás. A Rozgonyi óvoda ünnepi hetének évtizedes hagyománya van. A két legnagyobb keresztény ünnep a karácsony és a húsvét előtt különféle programokkal készülnek a gyerekek és óvónőik. Szerdán a szülőket, nagyszülőket várták közös, kézműves foglalkozásra a húsvét jegyében. Azt gondolom, hogy népszerűek ezek a délutánok. Sok szülő eljön, és ilyenkor együtt vannak, beszélgetnek egymással is, és a gyerekekkel, a gyerekeknek mindenképpen nagy élmény, hogy együtt lehetnek a szüleikkel, és együttesen készülődnek. Épül a vár a Kanizsa Centrumban. Az előttünk álló hétvégén folytatódik a tavaszi zsongás elnevezésű címet viselő programsorozat.
A rendezvények népszerűek, hétvégenként több százan, vagy akár több ezren is ellátogatnak a bevásárlóközpontba. 5 hétvégén keresztül vártuk ide a Kanizsa centrumba a látogatókat, és most hétvégén a húsvéti legények és lányok vitézlő várjátékával, a turibarantásokkal közös programmal készülünk és várjuk az érdeklődőket. Kiderült, a várjátékot a húsvéti nyuszi inspirálta. Valójában a húsvéti nyuszi kért fel minket arra, hogy toborozzunk neki egy kis őrséget a húsvéti csomagok mellé, és hát így a legkisebbektől a legnagyobbakig, mint kis vitézlő mesterségeket fogunk nekik mutatni, és így majd a húsvéti nyuszi eldöntheti, hogy vajon kikedvezve a saját testőrségébe, lesz itt majd íjászat, népi játék, egy kis erőlködés, legfőképpen ügyességi gyakorlatok. A legények és leányok vitézlő várjáték a szombaton délután 2 órától várja az érteklődőket. High comeback! Egy metró alagútban találkoztak, ennek már több mint 6 éve. Azóta kisebb-nagyobb intenzitással dolgoznak, gondolkodnak együtt. Hály János és Beck Zoltán szerdán Nagykanizsán járt. A tavaszi művészeti fesztivál záró rendezvénye volt az író és a zenész estje. A Megyeszai Házban tartott programon a 30Y zenekar frontembere, Beck Zoltán az egymásra találásról is mesélt. Azoknak a dolgoknak, amiket csinálunk külön-külön, azok a dolgok valahogy szóba állnak egymással. Hogyha mi még nem is állnánk föltétlenül szóba, úgy látszik, hogy a dolgok, amiket csinálunk, azok valahogy dialógust akarnak létesíteni. Ez lett az én fiam, pedig nem hittük ezt. Zenei részletek, valamint felolvasás. Többek között erre számíthat az, aki ellátogat a két művész estjére. Az írás egy magányos műfaj, tehát én itt nehezebb helyzetben vagyok, mint Zoli, aki állandóan kompániában működik, tehát neki egy zenekart igazgatni kell és működtetni kell. De miután elég jóba vagyunk, és jól tudunk rezonálni egymásra, ezért ez mégsem nehézség. Az előadás igazán interaktív, hiszen a művészek a közönséget is bevonják a játékba, így lesz mindig új és nem megismételhető a High Comeback produkció. Győzelemmel kezdtek. Az elmúlt hétvégén elindult az országos ülőröplabda bajnokság idei sorozata. A budapesti fordulón a kanizsai mozgássérültek is részt vettek. A Hamburger Sport Egyesületnek 3 ellenféllel kellett megküzdenie. A megfiatalított együttes az MTK női B csapatát legyőzte, a női válogatott, illetve a szegedi ülőröplabdások azonban a kanizsaiak fölé kerekedtek. Most főbb híreink ismét röviden. Közlekedésbiztonság. Fő feladat az ittas vezetők kiszűrése. Táborozás. Ezúttal a gyengébbik nem kaphat kimenőt. Zárás. High comeback. A Kanizsa TV híradóját látták. Híreinket, műsorainkat nézzék meg honlapunkon is. Ez a www.kanizsatv.hu. Most munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra.